Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az RTV 49. adását láthatják. Itthon otthon magazinműsorunkban a Székelyhídi Líceum pedagógusainak tartott szakmai napról, valamint a baptista közösség bemerítkezéséről láthatnak összefoglalót. Kilátó című rovatunkban a Szent Jobbi gyermekotthonban tartott motoros gyereknapról számolunk be. TV-fotel vendégünk Nyíri Sándor. Adásunkat híradóval zárjuk. Az elmúlt hétvégén Kalandok és Álmok elnevezéssel élménypedagógiai szakmai napot tartottak a Székelyhídi Líceumban. Játszatok, gyerekek, játszatok, csak az útra ne menjetek ki. Figyeljél a vonalakat, hogy meddig lehet elmenni. Az elmúlt hétvégén közel 300 álmodozó, kalandozó pedagógustól volt hangos a Székelyhídi Petőfi Sándor Líceum épülete és a vele szemben lévő termástrand kertje is. Na ne gondoljunk rosszra, a pedagógusok nem a vízben lubickolva álmodoztak a közeli vakációról, hanem a 21. szakmai nap élménypedagógiai programjain vettek részt. Hogy pontosan mit is fed a Kalandok és Álmok című szakmai nap, megkérdeztük a Budapestről érkező élménypedagógiai szakmai műhely vezetőjét. A Kalandok és Álmok egy jókedvű pedagógus közösséget fed egyfelől, másfelől egy szakmai műhelyt, amely szakmai műhelynek a tagjai, trénerek, pedagógusok, tanítók, óvónők, oktatók, szociálpedagógusok. Ez a kör élménypedagógiával foglalkozik, arra tettük föl a működésünket, hogy minél több gyereknek minél nagyobb élményt jelentsen az oktatás és a nevelés folyamata. Az a célkitűzésünk, hogy vidámmá, élményszerűvé tegyük a gyerekek iskolai mindennapjait, ne csak a nyári vakációt, ne csak a táborokat, hanem valóban a mindennapokat. És ehhez a mi eszközünk az, hogy pedagógusok képzését, továbbképzését vállaljuk. Ebben a témakörben játéktanítás, különböző tevékenységek, játékos gyakorlatok, amik mind-mind fejlesztő hatásúak a gyerekekre nézve. Kétnapos továbbképzésen külföldről és belföldről érkező trénerek tartottak különböző témákban eltérő korosztályokkal foglalkozó pedagógusoknak, tapasztalatból mondhatom, élménydús csoportfoglalkozásokat. Hogy mi a célja, illetve miért szükséges egy ilyen továbbképző, Vad Márta igazgatónőt, a rendezvény egyik főszervezőjét kérdeztük. A mindennapok monotóniájából, azokból az iskolapadokból szeretnénk egy pici változást elérni, amiben minden nap benne vagyunk, hogy ne taposolvalom legyen az az intézmény, hanem egy ilyen környezet ebben a zajgásban, ebben a körforgásban, ahol a gyermek is jól érzi magát, a pedagógus is, és nem csak a szakmai anyagot tanítjuk, nem csak mateket, románt, magyar tantárgyakat tanítunk, hanem igaziból kompetenciákat fejlesztünk, olyan kompetenciákat, amelyek sokkal-sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak az életben, mint egy-egy matek képlet vagy biológiai rendezés. Én úgy hiszem, hogy amennyiben a pedagógust sikerül egy ilyen rendezvény keretén belül kimozdítani a saját komfortzónájából, akkor hétfőn úgy fog bemenni a tanterembe, hogy igen, ezt most kipróbálom, ezt megnézzük, jó lesz-e, hogy lesz. Remélem, hogy sikerül. A szakmai nap szombat délelőtti megnyitóján jelen volt Szabó Ödön parlamenti képviselő, Béres Csaba polgármester, akik köszöntő beszédükben pedagógus férként személyes tapasztalataikat is megosztották a résztvevőkkel. Majd néhány technikai információt követően elkezdődtek a délelőtti szakmai műhelyek, majd egy rövid ebédszünet után a délutáni foglalkozásokkal folytatódott a rendezvény. A képzés céljáról és célcsoportjáról Besnyi Szabolcs trénerrel beszélgettünk. Én azt gondolom, hogy igazából szinte bárkinek, és annyira úgy gondolom, hogy szinte bárkinek, hogy nem is feltétlenül csak pedagógusoknak, ugye itt most elsősorban pedagógusok vannak, de akár a szülőknek is. Hiszen a téma az a versenyhelyzet volt, illetve az együttműködés. Hogy melyik mennyire fontos, kell-e az együttműködési játék, kell-e, hogy versenyhelyzetet teremtsünk mi magunk, vagy van egyébként is az életben elég versenyhelyzet.
És hát néhány játékot játszottunk, olyat is, amiben nagyon élesen jelen volt a versenyhelyzet, olyat, amiben tompítottuk azt, és olyat, amikor inkább az együttműködésre koncentráltunk. De valójában abban is volt versenyhelyzet, csak ott nem egymással versenyeztek, hanem az idővel, a feladat megoldásával, és ahhoz, hogy jól teljesítsenek, ahhoz együtt kellett, hogy dolgozzanak. Nagyon fontos az, hogy legyenek játékok, amik megtanítják nekik azt, hogy igenis lehet egy-egy dologba hibázni, de nem más ebben a hibás akkor, hanem én tudok azon változtatni, hogy legközelebb ne kudarc élménnyel záródjon. Nekem kell jobban teljesíteni. És azt kell, hogy megtanulja a gyerek, hogy igazából nem ő az, aki buta, nem ő az, aki rossz. Egy helyzetben veszített. Na és? Egy adott helyzetben egyetlen egy képessége veszített. Nem általánosságban van vele gond. Más helyzetben lehet még nagyon jó. Vagy ugyanebben a helyzetben is lehet még jó, akkor, hogyha egy picikét készül rá. Lehet, hogy meg kell valamit tanulnia, lehet, hogy csak oda kell figyelnie, lehet, hogy össze kell, hogy dolgozzon a többiekkel, lehet, hogy fizikailag kell edzeni, hogy jobb erőnléte legyen, de tud fejlődni. Gyakorlatilag már a kudarcot egy lehetőségként tudja megélni, és nem pedig egy rossz érzésként. És végül egy-két résztvevőt is megkérdeztünk, hogy miért döntöttek úgy, hogy eljönnek erre a szakmai napra, és hogy mit tanult a műhelyek alatt. Hát én határozott céllal érkeztem. Én arra gondoltam, hogy mint osztályfőnök tanuljak olyan dolgokat, amiket a közösség formálásába tudok majd alkalmazni. És a tegnapi nap folyamán is voltak olyan játékok, voltak olyan foglalkozások, amiket úgy gondolom, hogy én nagyon-nagyon jól tudok majd alkalmazni. Arra kell figyelni, hogy a gyerekeknek érthetően lehet az életkoruknak megfelelően elmondani a játékokat, mert voltak olyan nehézségeim, amikor ez nem így sikerült, és akkor dőlt az egész, tehát azért voltak kudarcaim, de ez semmi másban nem állott, csak azért nem gondoltam át megfelelő módon, hogy lehet leegyszerűsíteni, mert olyan egyszerűnek tűnt nekem. De hát, szóval nagyon fontos figyelembe venni az életkori sajátosságokat, és nagyon-nagyon szeretem kipróbálni, egészen más hangulatot hoz, mássá válik egy-egy foglalkozás, tehát sokkal én jobban érzem benne magamat, és ezáltal gondolom, hogy gyerekek is, igen. Egy-egy játékhelyzet átélése, legyen az akár siker, akár kudarc élmény, megtanít arra, hogy megértsük, és természetesnek lássuk a hasonló helyzetbe kerülő gyerekek reakcióját, viselkedését. A hétvége alatt megtanulhatunk jó pár játékot és sok módszert, amelyek használatával érdekesebbé, hatékonyabbá varázsolhatjuk az amúgy sokszor monoton, unalmas tanmenetet. Ne felejtsük el, hogy játszani bizony jó. A székelyhídi roma baptista közösségben bemerítkezést tartottak az új hívek számára. Nem elég a merítkezés és a gyülekezet előtti bizonyságtétel, mint egy 2,5 hónapos hitvallás felkészítő is várt arra a 26 fiatalra, akik május 24-én a roma baptista gyülekezet előtt megkeresztelkedtek a szellem és a gyülekezet előtt. Az esemény után a baptista szeretett szolgálat alapítójával, Szenci Sándorral beszélgettem. Lelkész vagyok, baptista lelkész, és elsősorban Isten gyermeke és szolgálja, és nagyon szeretném azt, hogyha vezetőként, mondjuk a baptista szeretett szolgálat vezetőjeként, vagy akár gyülekezeti egyházi vezetőként is olyan dolgokat tehetnék, olyan dolgokat végezhetnék el, ami másoknak a hasznára van. Ez az életem, ebben tevékenykedem, és nagyon szeretném, hogyha ez minél hatékonyabb lehetne. Jó pár éve már, hogy először itt jártam Székelyhídon, és nagyon megragadott az a befogadó közeg, amelyikben megélhettem azt, hogy Isten közel jött az itt élő romákhoz, és régóta vágyam volt az, hogy úgy segítsek az embereken, ahogy nekik a legjobb. Meggyőződésem, hogy akkor, amikor elkezdtünk az oktatással foglalkozni, akkor, amikor létrehoztunk itt egy óvodát, akkor olyan alapokat teremtettünk meg, ami lehetővé teszi majd, hogy azok a gyerekek, akik felnőnek itt a telepen, ebben a kis óvodában, azok a gyermekek majd, amikor felnőttek lesznek, akkor azokat a dolgokat, amiket megtanultak, azok beépülve az életükben már úgy élnek, ami jelentős változást hoz. Öröm számomra az is, hogy például ilyen ünnepségekkor a településnek a polgármestere is eljön, és olyan sokszor suktod a fülembe, hogy ezt nem gondolta volna, meg ezt se gondolta volna, hogy igenis a hit, igenis a gyülekezet egy nagyon jó, nem csak megtartó erő, hanem egy koordináló, egy segítő, egy fegyelmező is, és ez nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy itt Székelyhídon egy békesség és öröm lehessen
romák és nem romák között is. A szószékről hallottam, hogy aki bíz Istenben, az megerősödik általa. Így van, nem csak az, hogy bízik benne és megerősödik általa, hanem az is nagyobbá válik és erősebbé válik, aki ad. Tehát, hogy nem elvesz, nem kér, hanem ő maga, amilyen lehetősége van, ad. Nagyon örülök annak, amikor a helyi gyülekezetnek a vezetői, a helyi roma gyülekezet vezetői elmondják, hogy az elmúlt 2 évben ők nem kértek pénzt és támogatást ahhoz, hogy a munkájukat végezzék, mégis szinte minden héten élelmiszert juttatnak el a szegény emberekhez, hogy főznek, hogy különböző ünnepek, napokon adományokat adnak át a náluknál is rászorultabbaknak, és ez mind azt mutatja, hogy megértették azt, amit az Isten igéje tanít egyik részről, másik részről pedig látják a gyümölcsét, eredményét adnak, hogy igaz az Isten igéje, hogy aki mást épít, az maga épül általa. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Azon dolgozunk, hogy a hit az hasson. Mert a hit az meg akkor hat, hogyha valósággá válik. Én is ma a mai prédikációban azt mondtam el, hogy dönteni az Isten mellett nem olyan nehéz. Dönteni amellett, hogy bemerítkezem, nem olyan nehéz. De megmaradni benne nagyon-nagyon nehéz. Az egyik édesapa odajött hozzám most, és mondta, hogy nagyon örülök, hogy a fiam, aki nagyon rossz társaságba kavarodott, az most bemerítkezik. És mondja, hogy jöttek oda hozzám a barátai, aztán csodálkoztak, hogy ez a fiú megtért, ez a fiú Istenhez fordult. Ezt emberek nem tudják megtenni, ezt csak Isten tudja megtenni. És igen, terebélyesedik. Igen, egyre többen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Istennel lenni jobb, mint emberekre hallgatni. Egyre többen térnek meg, és egyre többen fordulnak Istenhez. Itt lenne kell, hogy legyen folytatása. És ezt az oktatásban látjuk, nem véletlen, hogy itt napközit szerveztünk, nem véletlen az, hogy az itt élő roma gyerekeknek magyarországi támogatásokból lehetőséget adtunk a napi 3-szori étkezésnek a megteremtéséhez, az iskolából kapjuk az ételt, és itt fogyasztják el az óvodásaink, és ez nyilván nagyon-nagyon sokat segít abba, hogy azok a gyerekek, akik itt vannak, azok egy nagyon jó ellátásban részesüljenek ne csak szellemi táplálékkal, hanem fizikai táplálékkal is. Bihar és Szatmár megyei motorosok látogatták meg a Szent Jobbi gyermekotthon lakóit gyermeknapon. Különösen igaz ez azokra a gyermekbarát motorosokra, akik május 24-én előgyermeknapot tartottak a Caritas Alapítvány által Szent Jobbon működtetett gyermekotthon kislakóinak. Közel 30 motorral, dírrel, durral puffogva, de vidáman és nyitott szívvel érkeztek, hogy egy kellemes napot töltsenek a gyermekekkel. A benzingőzös napnak már hagyománya van Szent Jobbon, hiszen a tavaly is együtt ünnepeltek a gyermekek és a Bihar és Szatmár megyéből összesereglett motorosok. A különös gyermeknapról, az otthon és a motorosok kapcsolatáról az ötletgazdát, Szerafina nővért kérdeztük. A kapcsolatunk a Tasnádi Dust Riders csoporttal alakult ki először, onnan is a Nagy Otto volt az, aki minket felkeresett, ők egy ilyen katolikus családi programba vesznek részt, na meg a Kovács család, akinek 3 motorosa is van, úgyhogy velük alakult ki ez az első kapcsolat, és jött az ötlet, hogy szervezzünk ilyen gyereknapot. A tavaly pont június 1-én volt a gyereknap, csak mivel a motorosoknak sok programjuk van ebbe az időszakban, ezért esett most 24-ére, de ez egyben a mi gyerekeinknek a gyereknapjuk is lesz most. Különleges alkalom ez a gyerekeknek, várják nagyon a motorosokat? Ezt se lehet mondani, hogy mennyire várják, már napokkal, hetekkel ezelőtt már tudtak róla, sőt az Otto járt hozzánk többször is, és már februárban jelezte, hogy meg fogjuk szervezni az idén is, úgyhogy szeretnénk, ha hagyomány lenne ez a motorosoknak is, hogy eljönnek egy ilyen játéknapra, ami különleges, mert itt nem minden csak a motorokról szól, hanem arról is, hogy adnak magukból egy kis gyereket a gyereknek, hogy visszamennek egy kicsit az ő gyerekkorukhoz, és persze a gyerekeknek meg ez egy nagyon jó példa arra, hogy az apukák hogyan tudnak a gyerekekkel foglalkozni. Én emiatt is vagyok nagyon mellette a programnak. Erre a napra a motorosok ismét gyermekké váltak.
Felszabadultan s vidáman vettek részt minden játékos programban, a gyermekek pedig boldogan bújtak a bukósisak védelmébe, s pattantak fel a vasakra, hogy kicsit száguldozzanak a Szent Jobbi napsütésben. Kérdésünkre, hogy jövőre is legyen a motoros gyermeknap, szűkszavú, de egyértelmű választ kaptunk. Igen. Igen. Hát én nagyon jól érzem, hogy eljöhettek a tasnádiak, és hogy együtt lehetek velük. Barátságosak a motorosok veletek? Velünk barátságosak, és örülök, hogy megismerhettem. Barátságosak velünk is, hogy jól éreztük magunkat eddig. A tasnádi motorosok képviselője elmondta. Ez a második alkalom, hogy ez összejött. Gondolom, hogy ennek már hagyománya lesz, és következő években is tudunk hasonló napot szervezni a gyerekek részére. Várható tehát a folytatás gyermekek és motorosok közös örömére, hiszen önmagunkból adni és részt venni egymás életében a legnagyobb ajándék. TV-fotel vendégünk Nyíri Sándor, Kiskereki község polgármestere. Köszöntöm a TV-fotel nézőit, folytatunk egyfajta sorozatot, aminek egy része volt eddig, tehát a második rész az már sorozat lesz. Nem Székelyhíd város polgármestere vagy a hozzátartozó falok polgármestere, hanem egy szomszéd község, tehát gyakorlatilag a kilátó és a TV-fotel keverékében. Nyíri Sándort köszöntöm, aki Kereki községnek a vezetője. Egy személyes információ, elég nehéz volt összehozni ezt a mai beszélgetést, mert sok a dolgod. Mivel is foglalkozol most? Igen, hát ugye amellett, hogy polgármester vagyok, ami már magában is elég volna, az sok a dolgom, de természetesen amellett még sok minden mással foglalkozok. Van egy egyesületünk, amelynek az a neve, hogy Bihari Fogyatékosok Egyesülete, annak is az elnöke vagyok. Azon kívül református ember lévén, református egyháznak vagyok a gondnoka, és azon kívül pedig gazdálkodom otthon, uborkával foglalkozom, elsősorban a kertészkedés, inkább így gyűjtőszóval ezt mondanám, hogy a családommal együtt persze azzal foglalkozunk. De minthogyha a hollandokat emlegettél volna, amikor egyeztettük a beszélgetés időt. Ez ugye ehhez kapcsolódik, hiszen a holland segítségünk van már évek óta, hál' Istennek, így mondhatom. És ez hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy a Fogyatékkal Élők Egyesületének a keretén belül megismerkedtünk ezzel a holland csoporttal, akik szintén református emberek, meg kell mondani, ők szintén sokkal hívőbbek, mint mi. És ők azért jöttek, hogy segítsenek. Eddig 4 éven keresztül az iskolánkat segítettek felépíteni, felújítani, szebbé tenni és jobbá. És akkor most már, hál' Istennek, vége felé járunk az iskolaépítésnek. És azt mondták, hogy most akkor átjönnek a parókiához, ahol szintén nagyon sok dolgunk van, eléggé leromlott állapotban van a Kiskereki Egyházközség. Úgy fizikailag, mint lelkileg, de mondjuk ők inkább a fizikaiba segítenek, habár azért ők azt mondják, hogy majdan a lelkiekben is akkor gyarapodjunk. És most érkeztek hozzánk a múlt héten, jövő héten mennek vissza. Most nem annyira, habár most is dolgoznak, de kevesen vannak, most csak inkább látogatóba jöttek. De a nyáron fognak jönni 2 alkalommal, és először 2 hétig, aztán majd augusztusban, szeptemberben pedig 1 hétig, azért, hogy a parókián dolgozzanak, és szebbé, jobbá tegyék a egyházunk javait. És mit szólnak hozzá, hogy Kereki megváltozott az 1 év ezelőttihez képest, és ide kapcsolnám azt is, hogy mit szóltok ti, helybeli lakosok ahhoz, hogy azért változások láthatóak. Igen, őszintén szólva, ők, az ő véleményük sokkal pozitívabb, hiszen ők ugye évente 1-2-szer látják, hogy mi változik, tehát nagyobb az idő, a különbség, ugye a periódusok. És ők nekik nagyon tetszik. Jó, hozzájuk képes persze, hogy nem el vagyunk mi maradva időjelbe téve, nekik ott nagyjából minden rendben van. De nagyon tetszik nekik, hogy azért gyarapodunk és dolgozunk. Ez az ő véleményük. A helyi lakosoké az inkább érdekes, mert nem annyira, és kérdez, csak már nem, sokszor nem tudom, hogy sírja kell, amin elsek. Egyrészt értékelik a dolgokat, úgy hirtelen akkor, amikor elkészül. Egyrészt nem sokáig tart a pozitív értékelés.
Másrészt pedig olyan nagyon úgy veszik, hogy hát ez a kötelességed, és csináld. Hogy az milyen módon lehet, és mit kell érte tenni, vagy hogy mint ez nem annyira... egy olyan példát mondok, amely ezt tükrözi. Iskola. Ugye annak idején én 2004-ben kezdtem, mint választottként, mint vezető alpolgármesterként, akkor Szabó Zoltán polgármester úr mellett. És akkor az volt nekünk az elvünk, hogy a legfontosabb az iskola. Persze a templom és iskola, hogy tudjuk ezt az adiversből, de ugye hát világiak lévén elsősorban iskola. 6 iskolaépületünk, mondjuk 3 falu. És akkor azt mondtuk, hogy próbáljuk meg azt, hogy legyen minden iskolában nagyjából olyan körülmény, mint a városiskolákban van. Ezt most értem elsősorban benti mosdó és központi fűtés. Ezt kezdtük el, most ott tartunk, hogy a 6 épületből mind a 6-ban van benti mosdó, és 5-ben központi fűtés. Ez 10 év távlata. Na de az is volt, ugye már régóta van egy olyan kormányprogram vagy elv, amivel nem biztos, hogy mindig egyet értek, de ez van, hogy majd az iskolákat össze kell vonni, mert nem lesz sajnos elég gyerek, és nem lehet majd fenntartani az épületeket. Ezért aztán már a kerekiskolát iskolát úgy terveztük meg, hogy oda beférjen a község gyereke. Persze, 5-8 osztályra beszélek elsősorban, az 1-4 az azért csak maradna a óvoda és 1-4 a falvakon. Ezért a nagy iskolát építettünk. Persze elsősorban, vagyis először a benti dolgokat tettük rendbe. Ugye legyen benti mosdó, fűtés, osztálytermek és a többi, hogy tudjanak a gyerekek bemenni, mert nagyon szűken voltak, és nem lehetett. Tehát kész lettek, semmi, a szülők részéről semmilyen pozitív reagálás gyerekeik, hogy mennyire modernebb vagy jobb körülmények között tanulnak. És amikor elértük azt most 2 éve, hogy kívülről leszigeteltük, bepucoltuk szépen, ugye egy szép szintat, persze zöldet ugye adtunk neki, na akkor igen, jöttek az utcán, és akkor hű, de szép épület. Tehát én tudom, hogy az ember vizuális lény, tehát amit lát, az ugye, de magát azt, hogy az értéket, hogy a gyerekeik hogy tanulnak, milyen körülmények között, az nem nagyon, de egy szép épület, az már igen. De most, hogy jobb utakon járhatnak, hogy nem rázzák ki a lelküket, míg hazaérnek, ez azért csak egy pozitív visszajelzés. Igen, erre is ugye az élő példa. Annak idején, mikor befejeződött az Érkeserő és Kiskereki közötti út, BC5-ös számú út aszfaltozása, azt kell tudni, hogy addig már olyan helyzetbe kerültünk, hogy ugye a munkahelyek nem nagyon vannak falun. Van ez a közeli városok, akár Székelyhíd, Mihályfalva. Most már vannak ugye munkásbuszok. És oda jutottunk, hogy már nem akart bejönni a munkásbusz, mert annyira rossz volt az út. Ez tényleg így volt. Mikor végre elkészült, hogy tényleg 5-össel lehet menni rajta Keserűig, hát akkor ott 2 hét, 3 hétig, akkor mindenki, mi voltunk, elnézést kérek az Istenek. 3 hétig. Aztán, hogy nem elég széles, nem elég... Tehát ez egy ilyen... Bölcs lehet, de proféta nem. Igen, de lényeg az, hogy megvan és jár rajta a munkásban, és viszi a munkásokat dolgozni, tehát ez a fontos, ez nem panaszként mondtam ilyen, csak ilyen az emberek mentalitása. Azt tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy Kisreki községben ugye eltelt a változás óta, amely nem szeretem azt mondani forradalom, mert szerintem nem az volt, de eltelt a változás óta ugye 24 év. Azóta volt azt hiszem, hogy 7 polgármester. Tehát én vagyok az első polgármester, akit egy egész mandátum után visszaválasztottak. Mindig kell, hogy jön a másik. És nem látják azt be, hogy nem lehet 4 év alatt sokat alkotni. Tehát kell egy bizonyos kontinuitás. Persze ez joguk van a választóknak, hogy azt választanak, hogy akit akarnak. Tehát ez nincs semmi gond. Csak így nem is, tehát így nem lehet haladni. Meg lehet példákat nézni, ahol a polgármesterek ugye vannak pár mandátum óta, hogy mit tudtak ott tenni, és mit ott, ahol mindig változik.
Ugye más az elképzelés, más a temperamentum, bármi. No, de ez ilyen, ránk kerekiekre mondják is, hogy nyakas kávnyisták vagyunk, hát ez valószínűleg így is van. De tudtok mulatni, én azt láttam tavaly, amikor ott voltam a háromnapos rendezvényen. Idén tudsz-e hasonlót összehozni, és lehet-e ilyet rendezni idén is, kiskerek? Most akkor kettő válasz, igen, és nem tudom. Igen, tudunk mulatni, szeretünk mulatni. Tavaly, hát kicsi szerencsénk is volt, mert megnyertük azt a bizonyos pályázatot, ahol egy elég nagy és szép rendezvényt tudtunk összehozni. Úgy gondoltuk, hogy falunap. Falunap az van változás óta, szinte lassan megkezdték, és mindenfelé. Ugye annak idején, mikor még alpogáste voltam, úgy csináltuk a Szabó Zoltán barátommal, hogy minden faluban, minden évben volt falunap. Egyrészt az egész tanunk erre ment el, tehát idő, másrészt a pénz. Az egyre kevesebb lett, tehát nem volt már művő. És akkor döntött egy olyan tanács, hogy akkor minden évben máshol, tehát mindig körforgásban másik faluban csináljuk. Na most tavaly kerekire került a sor, és akkor nyertünk pályázatot, és azt mondtuk, hogy adjunk egy nevet neki, legyen csak falunap, hanem egy nevet, mint hogy van Dinnye Fesztivál, Nyílóakác, bármi van ilyen. És akkor kerekihez mit lehet kötni, hiszen ezt el kell mondani, hogy kiskereki falu, mint olyan, ott laktak mindig is a Székelyhídon lakó grófoknak a zselléréje, a szolgái. Tehát ott szolgák laktak. És talán ilyen a mentalitás is vagy. És akkor most hirtelen változott, akkor pont ez befolyásolja őket. Lényeg az, hogy olyan sok minden nem történt a történelem folyamán. Mihez kössük? Köthetünk volna a Bocskaihoz egy kicsit, hiszen annak idején ugye a 1604-es Álmosd, a Nyúlzövölgyi csata, ugye az Álmosd-Diószegi csatában, akkor a menekülő németeket, osztrákokat itt Kiskereki alatt érték utol a hajduk, és ott le is vágták őket, ugye van is a német temető nevű düllőnk, vagy német domb. De ez milyen már, hogy Mészáros Fesztivál? Ugye ez nem lett volna annyira. És akkor eszünkbe jutott az, hogy ha bárhol a világban, most itt értem inkább az idősebb korosztályt, mert azért a fiatalabb már nem, de azt mondjuk, hogy Kiskereki, hát nem sokat tudnak róla. De azt mondjuk, Kiskereki betyárcsárda, ugye hát ez már mindjárt másabb, mert ugye van ez a híres nóta, és ami létezett is amúgy a betyárcsárda, tudjuk a helyét, csak sajnos már az épületek nem léteznek, 50-es években lebontották az utolsó épületeket is, és akkor azt mondtuk, hogy legyen Kiskereki betyárfesztivál. És ilyen modern nyelven mondva, ez bejött, mert tényleg tetszett mindenkinek, és egy szép rendezvényt tudtunk ott megvalósítani. A visszajelzések, persze nem mindenkinek tetszett, mert mindig vannak, akinek nem tetszik, ez mindig is úgy van, de a visszajelzések akár belülről, akár kívülről nagyon, nagyon pozitívak voltak, örülünk is neki. Hát amikor egy ilyen kis faluba, ugye az apostol jön ezt árvendégnek, azért az már egy elég nagy dolog. Na de idén? Igen, na ez az. Lekerülgesd. Már ott ugye este, amikor elköszöntem, akkor még úgy volt, hogy érkesülő következett volna. Hát a érkesülő fiatalok ott már mondták, hogy na akkor majd jövőre nálunk is ilyet csinálj. Kicsi változás van, ugyanis érkesülő jövőre lesz 800 éves. És akkor azt mondtuk, hogy változtassunk egy kicsit, kesőt tegyük jövőre, és akkor azt mondja, hogy vásár pedig idénre. Eleinte úgy volt, hogy nem is lesz kiírás pályázatra, ilyen jellegű pályázatra, de végül is most lett, le is tettük. Folyamatban van, nem tudom, hogy nyerünk-e, mert ezzel is eléggé egyedülállóak voltunk, annak idején a banki pontszámmal, most nem tudom ezt magyarul, hogy mondják. Igen, ez így. Ott is gond volt, mert nem tudták, hogy miért adjanak. Azok küldték volna a pénzt, hogy az Unió felénk, mert megnyertük, elszámoltunk, minden rendben volt. Küldték, hogy nem tudták, hogy hova, nem tudtuk mit mondani. Aztán még megoldott, három napba beletelt, Bukaresten keresztül. Mindegy, és akkor ugyanazon a szinten most van megint egy pályázat, le is tettük természetesen, és reméljük, hogy nyerünk, persze, azért tettük le. De ha nem,
akkor is csinálunk egy olyat, amilyet tudunk, mert most az, hogy másra következik, és nem lehet kihagyni, hát most ott csináljuk. Nem tudom még nevet, hogy milyen neve lesz. Tehát az, hogy másra és érkezésben mindig igyekszünk úgy megrendezni a falunapokat, hogy vannak egyházi ünnepeik, hogy inkább a katolikusoknak. Gerekiben nálunk nincsenek katolikusok, de keresőrűben kicsit többen, asszonyvásárán kevesebben, de vannak. És akkor asszonyvásárán vannak van a búcsú, a Mária napi búcsú, ami augusztus közepén van valamikor. Igyekszünk mindig akkora tenni, mert akkor van egy egyházi része is, meg egy világi része is. Most is így akarjuk. Természetesen a pályázattal járnak bizonyos kötelezettségek, ugye megvannak a feltételei. Itt az arról szól, hogy be kell venni a testvér településeket, ami nem egy gond, mert hál' Istennek vannak elég sokan. És akkor már érdeklődtek is, hogy mikor lesz nálunk, és jönnének szívesen, persze szívesen látjuk őket, mi szoktunk hozzájuk menni. Én mindenképpen lesz falunap, hogy mekkora nagy lesz, az attól függ, hogy nyerünk-e vagy nem, de lenni lesz augusztus közepén, asszonyvásárán. Tehát kiskereki községi napok, de asszonyvásárán, tehát asszonyvásári napok lesznek. Dolgos nyár elé néztek akkor. Igen. És ha máskor nem, akkor a kiskereki községi napokon összefutunk, és fogunk beszélni. De remélem, addig is lesz olyan dolog, amiért érdemes lesz az RTV-nek majd ellátogatni hozzátok. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, a nézőknek meg a figyelmet. Május 23-án, pénteken, 11 órától megrendezésre került a 8. Suli Maraton a Petőfi Sándor Elméleti Liceumban. A rendezvény célja az volt, hogy minél több diákot mozgasson meg különböző versenyek segítségével. Ezek között megemlíthetjük a tanárnő-diáklány és tanárdiák fotballmérkőzést, a skandelversenyt, a karaoke versenyt, szabad tevékenységként a bográcsfőzést. Vásároltál tombolát? Hát tombolát vásároltam többet is, netán, hogyha a főnyereményt el tudnám vinni, de szerintem nem látok rá sok esélyt. Milyen tevékenységben vettél részt? Semmilyen tevékenységben nem vettem részt, inkább csak segítettem így megszervezni az egészet. Köszönjük szépen! Tombola sorsolás sem maradhat ki a megemlítésből, mivel egy videókamera tulajdonosa lehetett egy szerencsés diák. Ezen kívül egy speciális tombola sorsolás is megrendezésre került, ahol a főnyeremény két tablet volt. Az egyik gazdája egy 5-8-os tanuló lehetett, a másik tablet boldog tulajdonosa egy licista 9-12-es diák volt. Az MM Pódium színészei Kutyakaparó című előadásukkal léptek fel péntek délután előbb Hegyközszent Miklóson, majd Erkölcsön. A színészek között színpadra lépett Molnár Júlia is, akit a köbölkútiak nagyon vártak már, többen virágcsokorral érkeztek az előadásra, ugyanis a színésznő erről a településről származik. Május 24-én a Stubenberg kastély kertjében tulipános trikós felnőttek és gyerekek serénykedtek, késő tavaszi nagy takarítottak. Több köbméter építési törmeléket és szemetet, valamint 3 pótkocsira való szárazgajat gyűjtöttek a lelkes önkéntesek, előkészítve a kertet a június 1-i gyermekbúcsúra.
A megyei bajnokság utolsó előtti mérkőzését játszott a szombaton a Szentmiklósi Toldi FC csapata Tataros ellen. A csapat három alapemberét nélkülözve és cserejátékosok hiányában végül 0-0-ás eredményt hozott össze. A bajnokságból így már csak egy forduló van hátra, a legjobb eredmény, amit a Toldi még elérhet ebben a szezonban, az a 8. hely. A csapat a tavaszi mérkőzések előtt új edzőt kapott, Gergely Sándor személyében, akivel a csapat teljesítménye láthatóan javult. Az edző a csapat jelenlegi teljesítményéből kiindulva már a következő szezonra is gondol. Hát erőnlétileg úgy érzem, hogy fejlődtünk, taktikailag próbálkozunk, majd kiderül az utolsó két meccs a forduló után. Reméljük, hogy a következő szezonban jobban fogunk játszani erőnlétileg és taktikailag is, és remélkedünk, hogy tudunk hozni pár játékosokat és hogy erősítsük a csapatot. Milyen helyezés lenne ideális ennek a csapatnak ön szerint? Mire lennének még képesek a fiúk? Következő szezonra én az ES1 és 4 közé akarom a fiúkat felhozni, és ez egy reális, szerintem ez egy reális, az első 4-ben bent kell legyünk. Ahogy arról hétről hétre beszámoltunk, 11 hétig zajlott a Székelyhídi Sportcsarnokban a Mini Bajnokok Ligája teremlabdarúgó bajnokság. A szabályokat az egyik szervező Erdei Imre ismertette a bajnokság utolsó napján. A bedobásban különbözik, be lehet lábbal is, el lehet végezni lábbal is, nem szabad becsúszni, nincsen les. A kapus kézzel hoz a játékba a labdát, ennyi, tehát futszál szabályok, annak nem olyan nagyba különbözik. Mennyire tartották be ezeket a szabályokat a csapatok? Mennyire voltak sportszerűek egymással szemben? Hát nem voltak nagyon nagy kemény szabálytalanságok. Néha elszakadt egy-egy játékosnál a célna, de ez benne van az izgalmas mérkőzéseken. A bajnoki cím sorsa már az utolsó előtti fordulóban eldölt, ahol a csukai Interstex csapata kikapott a diószegi Whitehawktól. Az Interstexnek így csak a második helyre volt esélye, amivel éltek is, a bajnokság utolsó mérkőzésén 5-2-es győzelmet arattak a Kereki ellen, felkerülve így a második helyre, Kereki pedig harmadikként végzett. A negyedik lett Tarcsa, ötödik a Tűzoltók, hatodik pedig a Száb Diószik csapata. A záróforduló végén a Whitehawk megkapta a győztesnek járó kupát, a Sporting csapata pedig a legsportszerűbb csapatnak járó oklevelet. A bajnokság legjobb kapusa Pál Erik lett, a gólkirály pedig Madár Márcsel 32 góllal. Hogy szervezőként mennyire látta sikeresnek a bajnokságot, azt Todoszi Miklós mondta el. Szerintem, hogy először volt kiírva ez a verseny, szerintem nagyon sikeres, mivel 11 csapat jelentkezett, és azt mondhatom, hogy minden meccset megtartottunk, nagyon kevés kis szünetet tudtunk közte csinálni, mivel minden csapat minden meccsre eljött. Nagyon sikeres volt, 120 fiatal gyerek sportolt hetente, 11 héten át. Tervezitek-e, hogy jövőre is megszervezitek a Mini Bajnokok Ligája teremlabdarúgó bajnokságot? Nem csak jövőre, ezentúl minden évben szeretnék megszervezni, és ha lehetne legalább két csoportba, hogy legyen A osztály és B osztály is. És akkor legalább érdekesebb van kiesés és feljutás is. Szeretnénk minden évben megrendezni. Elballagtak a nagykágyai 1-es számú szakközépiskola végzősei csütörtök délelőtt. A tanáraik, családjaik és barátaik jelenlétében felsorakozott ballagókat először az iskola igazgatója Karancsi Béla köszöntötte, kérve őket arra, hogy ne adják fel maguk elé kitűzött céljaikat akkor sem, ha azokért harcolniuk kell. Majd a 11-es osztályok látták el tanácsaikkal a nagyobbakat, akik utolsóként köszönték meg az iskola és a tanárok segítségét és támogatását. Búcsúzásukat a Balla Frigyessel közösen előadott dalok tették még hangulatosabbá és meghitté. Határtalan hétvége a Székelyhídi Petőfiben. A Rákóczi Szövetség határtalanul pályázati lehetőségének és az ezt megragadó tanároknak, Sóki Bélának és Kántor Péternek köszönhetően látogathatott el Székelyhídra néhány pedagógus kíséretében a Tatabányai Árpád Gimnázium diákjainak egy csoportja. A Székelyhídi Petőfisek tavaly októberben vendégeskedtek Tatabányán, ahol néhány feledhetetlen napot töltöttek diákok és tanárok közösen. A mostani fogadáson az ekkor készült fotók díszítették a Székelyhídi Liceum tetőtermét, felelevenítve az iskolák diákjainak és tanárainak közösen megélt élményeit. Vad Márta igazgatónő, Olimpia Germán és Cservid Levente aligazgató köszöntötték a vendégeket,
Kellemes időtöltést, jó szórakozást és élménydús hétvégét kívánva minden kedves Székelyhídra érkezett Tatabányai Árpádosnak. Újabb sporteszközzel gazdagodott a székelyi sportcsarnok. Kéri Hajnal, Bihar megye főtanfelügyelő helyettese is jelen volt azon az ünnepségen, amikor Vad Márta, a Székelyi Petőfi Sándor Elméleti Liceum igazgatónője és aligazgatói felavatták a Tudor Krucserú tanár úr ötlete alapján Mihes Dorel segítségével megvalósított egyedülálló mászófalat. A Székelyi Petőfi Románia második középiskolája, amely ilyen mászófallal rendelkezik. A több mint 7 méteres építmény használata nagyon egészséges, erősíti az izmokat, és nem utolsó sorban elősegíti az emberek, jelen esetben leginkább a diákok közötti kapcsolatfejlesztést, segítségével el lehet sajátítani akár az alpinizmus alapfogásait is. Kedves diákok, a Székelyhídi Petőfiben most már hivatalosan is falra lehet mászni. Csúcsra fel! Május utolsó péntekén megtelt ünneplőkkel a Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Liceum udvara, ahol a tanintézmény 82 diákja köszönt el az ott eltöltött 12 évtől. Az idei évben 4 osztály ballagó diákjait üdvözölte először Vad Márta igazgatónő, majd Germán Olimpia aligazgatónő. Az ünnepségen jelen volt Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere, aki beszédében felhívta a figyelmet a manapság elhanyagolt személyes kommunikáció fontosságára. Folyóka Tamásnak, a Petőfi Lici testvériskolájának, a Tatabányai Árpád gimnázium aligazgatójának köszöntésével zárult a búcsúztató beszédek sora, amelyet a legjobb tanulóknak járó díjak kiosztása követett. A legjobb eredményt, azaz a 10-es átlagot Kerezsi Barbara és Filip Fruzsina 12 C osztályos tanulók érték el. Dicséretben és oklevélben részesültek az iskola legjobb sportolói és azok, akik iskolán kívüli tevékenységükkel öregbítették az intézmény hírnevét. Második alkalommal osztotta ki tanulmányi és sportrendezvényeken való részvételekért járó ösztöndíját a Scuola Nostra Egyesület, ez alkalommal tanulmányi ösztöndíjban Kerezsi Barbara és Székely Annabella, sportolói ösztöndíjban pedig Balázs Erika és Csers Szilárd részesültek. A szép idővel keretezett balagási ünnepség végén a balagó diákok átadták az iskola jelképes kulcsát az utánuk következő 11-es diákoknak, majd búcsút vettek tanáraiktól és az iskolától, igaz, mint tudjuk, az érettségi még előttük áll. A Hegyközszent Miklósi termálfürdő térségünk egyik legkedveltebb pihenőhelye. Az utóbbi években több felújítási munkálatot, építést, szépítést végeztek a strand területén. A legfrissebb munkálatokról Árus László református lelkipásztort, a fürdő vezetőjét kérdeztük. Sikerült a medencét befedni, hogy a téli időszakban is tudjuk teljes kapacitással kihasználni a termálvízadta előnyöket, és idén is marad ez a tavaly elkezdett befektetésnek a befejezése, főleg anyagi téren, hiszen hitelből tudtuk ezt a beruházást elvégezni, és az idei bevételből kell ezt a pénzt visszafizetni. Időszerű volt már mind a férfi, mind pedig a női öltözőnek a felújítása, illetve a régi épületnek a medence felőli részét csempével burkoltuk, a hátsó részét szigeteltük, és nemes vakolattal borítottuk be, hogy újuljon meg a több mint 40 éves épület is. A nyári szezonban egyre többen látogatnak ki a Hegyközszent Miklósi termálstrandra. Milyen szállás lehetőségek vannak csoportok, családok számára? Hát már harmadik éve üzemelnek az emeleti vendégszobák, van 3 lakókocsink, amit bérelni lehet, illetve itt nem messze 100 méterre a fürdőtől van egy vendégházunk, ahol jelen pillanatban már 20 fekvely van, és június hónapra pedig még 20 fekvelyet tudunk kialakítani. Ott is zuhanyzási, tisztálkodási lehetősége. A 3 ágyas szobák mindegyiket tévékészülékkel van ellátva, és naponta 70 lejért vehetik igénybe a vendégek, a 3 ágyas lakókocsik bérleti díja naponta 65 lej, a 4 ágyas lakókocsiké pedig 70, illetve 80 lej.
Csoportok esetén előzetes egyeztetés alapján napi háromszori étkezéssel szolgálnak mindössze 27 leért. A fürdő területén térítés ellenében parkolási és sátorozási lehetőség is áll a fürdőzők rendelkezésére. A strand teljes területén ingyenes wifi lefedettség van. A felnőtt belépőjegy ára 6 lej, a gyermekek pedig 3 lejért pancsolhatnak. A Hegykőszentmiklósi termálfürdő naponta 8 és 23 óra között várja a gyógyulni, pihenni, pancsolni vágyókat. Rengeteg pozitívumot lehet elmondani az immár 51. alkalommal kihívásához érkezett Érkupáról. Horváth Béla polgármester urat kérdeztük a rendezvényről. 51. alkalommal szervezték meg az Érkupát, nem konkrétan Szalacson, mivel ez egy rotációs rendezvény, tehát minden település otthont ad neki, aki részt vesz maga a versenysorozatban. A tavaly Keserűben, azelőtt Otományban, jövőre pedig tudom szerint Adonyban ad helyet majd a versenysorozatnak a település. Nálunk Szalacson most sikerült megrendezni, ugye 51. alkalom, ez már egy nagyon nagy szám. Az azt jelenti, hogy ugye 71-ben került először megrendezésre, eleinte két alkalommal évente, később majd csak egyszer rendezték meg magát az Érkupát, és ugye Szalacson 8 évvel ezelőtt volt, most újra otthont adhattunk neki, és én ennek örülök, mert ez egy óriási nagy rendezvény, és óriási nagy mozgolódás van emiatt a faluban, községben. A Szalacsi Balaskó Nándor iskola igazgatóját, Rácz Barnát kérdeztük a szervezésről, illetve a játék színvonaláról. Néhány éve már 8-8-8 fiú, illetve 8 lánycsapat vesz részt a versengésen. Régebben 2007 előtt akkor még csak 7-7 csapat. 2007-ben vettük be az Érkupa körforgásában érszélős csapatát, és úgy látszik jól tettük, ugyanis most a fiúk döntőt játszanak. Milyenek voltak a meccsek? Úgy gondolom, hogy mióta aszfaltos pályákon játszuk a mérkőzéseket, a mérkőzések és a játék színvonala erősen emelkedett. Úgy gondolom, ezt bizonyítják a gólok számai is, hogyha visszatekintünk a földes pályán lejátszott meccsekre, illetve a mostani aszfaltos pályás meccsekre. Hát úgy gondolom, mindenképpen fejlődünk évről évre, úgy játék szinten, mint szervezésben. Az idén Szalacs, Otomány, Érbogyoszló, Érszőlős, Éradony, Kiskereki, Érkeserű és Albis egy fiú és egy lány csapata érkezett. Kora délutánra az eredmények is megszülettek. A lányoknál Érbogyoszló, Szalacs és Albis volt a sorrend, a fiúknál Érszőlős, Otomány és Albis. Ez alkalommal is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, következő adással legközelebb jövő hét pénteken jelentkezünk.